Sziasztok! Köszöntök mindenkit a hulladék nélküli otthonomban. Hosszú halogatás után a most sütőnket egy alapos mély tisztításnak fogom alávetni. Ma egy elég nehéz feladatot szeretnék elvégezni, és ezt nektek megmutatni. Amikor beköltöztünk, már akkor itt volt ez a sütő, ez az elektromos sütő. Alsó hangon 15 éves lehet a tippjeim szerint. Meg kell valljam, hogy már akkor sem volt valami szép állapotban, de funkcionálisan jól működött, amennyire tudtam, különböző módszerekkel tisztítottam, kitakarítottam. Ezek a különféle módszerek több-kevesebb sikerrel működtek, most viszont megint egy új módszert fogok kipróbálni, előtte azonban kíváncsi lennék a véleményetekre. Ha van egy háztartási eszközötök, akármilyen kisgép, nagygép, és az tönkre megy, akkor mit csináltok vele? Mi a következő lépésetek? Újat vesztek? Vagy kerestek használtat esetleg? Vagy mondjuk szépséghibásat, mint nekünk a mikrónk is? Vagy rögtön javítottak, szervizt kerestek és a javítással próbálkoztok? Sőt, vannak olyanok is köztetek esetleg, akik saját maguk próbálják megjavítani ezeket az eszközöket? Mindegyik döntésnek van előnye és hátránya is. A javítás vagy csere kérdése szinte minden alkalommal felmerül a fenntartható otthon mentorálásaim során. Sokan automatikusan lecserélik az elromlott eszközeiket, azzal a céllal, hogy az új, amit újonnan vesznek meg, az egy sokkal környezettudatosabb, sokkal fenntarthatóbb, sokkal energiatakarékosabb megoldást nyújthat. Azonban azt tapasztalom, hogy egyre többen mégiscsak a javítás mellett döntenek, ha bár itt ugye mérlegelni kell azt, hogy a javításnak a költségei, azok milyen teherrel járnak. Egyébként a leggyakoribb hiba, amit el szoktunk követni az otthonunkban, hogy a használt eszközeinknek, tárgyainknak csak azt az idejét nézzük, csak azt az idejét vizsgáljuk, amikor éppen használatban vannak, amikor az otthonunkban vannak. Tehát az otthonunkban való bekerüléstől a háztartásunkban való kikerülésig, azaz hulladékká válásáig vizsgáljuk a környezetvédelmi szempontokat, és nem nézzük a terméknek a teljes életútját. Márpedig a termék teljes életútjának vizsgálata az az, ami igazán meghatározza egy vásárlási döntésünknek a környezeti hatását. Az eszközök teljes életciklusa ugyanis nem ott kezdődik, hogy megvásároltuk a boltba és hazavisszük, hanem már ott elkezdődik, hogy milyen nyersanyagokat használnak, bányásznak ahhoz, hogy elkészüljön ez a termék. Sőt, tovább megyek. Akár onnan is lehetne vizsgálni, hogy a terméket, amikor még csak tervezési fázisban van, akkor annak a tervezési munkafolyamatnak is van energia igénye, különböző költségei vannak, és különböző környezeti terheléssel is együtt járnak. Tehát a teljes életciklust akár már ettől a ponttól lehetne vizsgálni. Az eszközök a hulladékká válása pedig ott kezdődik, amikor én ki szeretném dobni. Akkor jön annak a termék életútjának az utolsó szakasza, hogy hogyan kezelik ezt, mint hulladék. Egyébként a legnagyobb probléma a termékek életútját megvizsgálva az, hogy ezek az információk nagyon nehezen érhetőek el, nagyon nehéz őket fellelni, hiszen mondjuk egy hűtőgép esetében nem nagyon fogjuk tudni kideríteni, hogy annak a hűtőgéphez felhasznált nyersanyagoknak a kibányászása milyen körülmények között zajlott, milyen ökológiai lábnyommal bírt az, hogy azt a nyersanyagot azt előállították. És pontosan emiatt nagyon nehéz igazán ökológikus döntést hozni. A Fenntartható Otthon Mentor program során én azt szoktam egyébként javasolni ilyenkor, hogy olyan döntést hozzunk, ami az adott élethelyzetünkben, az adott begyűjthető információk alapján a legökológikusabb választás. Mondok egy-két példát a saját háztartásomban arra, hogy a különböző háztartási gépeket mi hogy kezeltük. Sok évvel ezelőtt volt egy szárítógépem. A szárítógép körülbelül 5 évig működött, és aztán tönkrement. A javítási költsége az közel annyiba került volna, mint egy új gépet megvenni. Nálam akkor abban az élethelyzetben az volt a környezettudatosabb döntés, hogy inkább nem cserélem le azt a szárítógépet, azóta sincsen szárítógépünk. A hűtőgépünk egy nagyon érdekes eset lehet azok számára, akik nem nagyon tudják eldönteni, hogy
új gépet vásároljanak, vagy inkább javítassák a régit. Ugyanis ez a hűtőszekrény, ami nekünk van, ez kb. 20 éve. Egy idő után elkezdett vészhangokat hallatni, folyamatosan úgy érzékelte a hűtőgép, minthogyha nem lenne becsukva az ajtaja. A szerelő itt volt, megnézte, megalapította, hogy a hűtő tökéletesen működik, hang az érlése valószínűleg megadta magát, mert ez folyamatosan csipogott. Mivel új hűtőgépet viszont nem szerettünk volna venni, a hangvezérlő egységet egyszerűen kiiktatta a hűtőszekrényből. Van még egy problémás háztartási gépünk, egy nagy gépünk, méghozzá ez a sütőnk. Lassan úgy látom, hogy eljön az idő, hogy le kell, hogy cseréljük. Amikor megy a sütő, akkor ez a szigetelés annyira elernyed, hogy így lóg gyakorlatilag, tehát igazából semmit nem szigetel. A grill fűtőszálak, amik itt fönt vannak, szerintem a sok év alatt elkezdtek eldeformálódni, olyan, mintha megolvadt volna. Ezen kívül a legnagyobb problémám vele egyébként jelenleg az, hogy bizonyos programok, amiket korábban használtam, azok most már nem működnek. Ez a halmozódó rengeteg probléma idézi elő azt az irányt bennünk, hogy ez a sütő, ez valószínűleg kidobásra fog kerülni. Ahogy a videó elején ígértem, most meg fogom nektek mutatni, hogy tudom ezt a jelenleg nagyon-nagyon koszos sütőt megtisztítani. Olyan tisztítószert szeretnék használni hozzá, ami teljesen természetes.